Sziasztok! Ez most csak egy gyors bejelentkezés lesz, ugyanis megláttam ezt a Ninjago Legacy újságot az újságárusoknál. Ugye két Lego minifigurával, de hát ö, nem láttam benne minifigurát. Úgyhogy csodálkoztam, hogy mi lehet ez. Ugye elvileg Lloyd és csontharcos minifigura van benne. Hát ö, Gondolkoztam, hogy megvegyem-e, viszont ez a doboz, ez megfogott. Mondom, még ha nincsen benne semmi, akkor is megérheti, és hallgassátok! Valami zörgött benne úgy gondoltam, hogy ebbe lesznek a minifigurák. Most ezt a 3000 forintot megéri. Nézzük is meg, hogy tényleg ebbe vannak-e. Ugye, aki esetleg gyűjti a kártyákat, meg a pakkokat, azok is találnak benne valamit. És akkor itt van ez a kis dobozunk, ami... Hát azt kell mondanom, hogy nagyon szépen ki van dolgozva. Itt látjátok, hogy ilyen 3D dombornyomott Ninjago felirat is, nem ismerem a jeleket, de ugye gondolom ez ugye Lloyd versus csontharcos. Ez itt Lloydnak a szeme. Legacy Box. Wow, ez meg itt egy csontharcos feje. Nézzük meg, mi van a hátám. Ugye itt van rajta, hogy lenyelhető, rajta van magyarul is, hogy figyelmeztetés, légutak belső elzáródása miatti 6 pluszos csomag, és ez a 112-325-ös Számmal van, és limited edition box, és itt hát Lloyd feje van, lehet, hogy ez egyedi lenne, nem tudom, de nézzük meg, és. És nem ilyen pattintós, tehát nem így föl kell pattintani, hanem így ki kell húzni ezt a dobozt, így kihúzható, és tényleg itt van benne a két minifiguránk egy jó pofa. Nekem tényleg nagyon tetszik ez a doboz. Tök jó kiállítási darab. Ugye akár a polcra is. Gyorsan rakjuk össze a minifigurákat, amikhez annyira nem értek. hogy innen puskázunk egyet. Így, hogy lássátok is. Hát különösebb dolgokat nem nagyon tudok elmondani róluk, ezen ilyen, ilyen pikkely mintázat van, de mind a kettők nagyon szép a printelése, ugye itt látjuk, hogy a talpa is printelve van, végig a melkasa, a fején is, érdekes, hogy neki csak egy reakciója van, de a hátán is nézzétek meg azt a szép printelést, tehát egy elég szép figura. Ugye ő meg itt Lloyd, elvileg ők ilyen, hát ninják, tehát mindig ilyen sisak van rajtuk, és neki ugye két reakciója van, van egy ilyen, meg egy mérgesebb. Tényleg van belőle már pár darabom. Majd itt mindjárt mutatok nektek egy képet róla, úgyhogy ezt kapjátok 3000 forintért. Két minifigurát, tudom, hogy ezek nem olyan drágák, de csoportokba szoktam látni, hogy azért ilyen 800 meg 1000 forint körüli árakon elmegy, tehát mondjuk számoljunk 2000 forinttal a két minifiguráért, de ez a doboz, ez, hát szerintem simán megér egy ezrest. Úgyhogy úgy maga ez a két minifigura ezzel a díszdobozzal szerintem megéri az árát. Én nem csalódtam benne, és mondom, külön örülök, hogy, hogy lett ez, és, és hogy megvettem végül, és igazam volt, hogy ebben a minifigurák vannak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis unboxingot, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, like és ne felejtjétek, ha nem akartok lemaradni az ilyen videókról, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!